Sziasztok, kedves barátaim! Egy forradalmi helyre megyünk, Krisnavörgyi konyha átépítés. Mindjárt körbe megyünk, mert valami nagy-nagy átépítés, és megnézzünk, hogy mik a változások, és majd ott meséljünk közben. Na, itt már megyünk kinti részről. Ez a régi szellőztetés, ugye? Nem, ez a sparhetek. Sparhetek, a régi. De ez régi? Ez a régi. Ez a régi, de még jól néz ki. Hát használjuk majd még. Aha. Így néz ki most itt a szép sétány. Jó, és merre megyünk be? Jó. Amikor befejeztük a konyhát, vagy amikor étterem, vagy a templom kész volt, akkor először fafűtésé volt. Igen. És utána átmentünk a gázra. Igen, eddig gáz volt. És most újra megyünk? Hát most igen, most az volt a kikötés, hogy akkor újíthatjuk fel, hogyha fatüzelésre állunk vissza. Úgyhogy most ez a terv. Hát most már eljutottunk oda, hogy visszafele építünk. Szóval jó három hétig, egy hónapig bontottunk. És akkor most már elkezdtük visszaépíteni. Ugye egészen az átszedőtől a nagy konyha rész az végig felújításra kerül most. Uh-huh. És hát átalakítottuk az elrendezést is igazából. Uh-huh. Ugye ha onnan elindulunk, ott lesz kettő raktár. A zöldségraktár, szárazáru raktár. Akkor itt lesz Itt lesz a cucoló rész, itt lesz a nagy mosogató műhely, és hát ami újdonság, hogy bekerülne a neki öltöző, itt mosolék sötét, mert nem fog, tehát öltöző, az minden, ez lesz az zuhanyzó, ez az öltöző rész, ugye onnan lehet majd bejönni a templom felől a személyzetnek, itt lesz az öltöző, ott lesz egy zuhanyzó rész. És akkor itt a budget átköltözést, akkor így tudjuk majd megvalósítani. Uh-huh. Mi van ez a rész? Csak, ha most nem lehet állítgatni, hogy bekapcsoljunk a dolgokat, de ne baj. Jó. Aztán hát itt lesz az elterelés. Hú, komoly. A főző rész, ugye, ahol régen itt voltak a sparber, igen, meg a sütő. Most igen. Átszerveztük az egészet, úgy lesz, hogy ide középre kerül egy főzősziget. Igen, és az lesz a sparhetes. Igen, úgy lesz, hogy körbe lehet kell egy új kémény ide, aha. És akkor úgy körülötte lesznek a sparhetek. Ilyen nagyon modern olasz sparhetek lesznek, hogy ezek, tehát ez a cég tud olyat, ami nem ugyanolyan magas, mint a tűzhely mondjuk, tehát ez a 86 cent, hanem tudnak alacsonyabbat, ami ugye a nagy edényekhez nekünk kell, hogy ne itt kelljen kevergetni. Igen, ha magas igen. Nagy edény. Tehát mint a gázsámolyok olyan magasságban lesznek. Igen. Szóval ők tudnak rendelésre csinálni. Van nekik ilyen, van ilyen. Szerencsére. Szóval az lesz, és lesz fatüzeléses sütőnk is, az is egy nagyon profi, az itt lesz a sarokba majd. Ez a fal itt föl lesz húzva, csak a kommandereknek ugye kellett, hát elvettünk tőlük egy tároló részt, és akkor itt lesz besülyeztve nekik egy ilyen nagy szekrény majd a templom felől. Uh-huh. Ez a ideig, amit van, ez a kis, ez a rész. Igen, ideig. Kapnak egy ilyen kis tároló helyet a templom felől. Jó, az fel, az jó. Üzemű fatüzeléses főzés lesz, akkor kellett csinálnunk egy határolót is. Na tényleg, hát igen, anélkül. Igen. Már régen kint volt, igen. Emlékszem, elsőben volt a hóba, elsőben volt a határoló. Igen, hát ez most előírás is, tehát így tudtuk engedélyeztetni. Aha. Ami hát egy jó kis menet volt, hogy a nébivel is leengedélyeztessük, hogy ez egy engedélyes, fatüzeléses, nyílt, lángos, mindenféle főzés lesz itt, és megkaptuk az engedélyt. De jó.
És akkor még ehhez majd egy elszívó rendszert kell építenünk, hogy ez így teljesüljön. Igen. És látom, itt ki van szedve egy oszlop, nem? Ami tartotta azt az egészet. Egy oszlopot ki tudtunk venni, majd ide holnap kerülnek be az átidalók. Aha, az komoly. Az meg lesz itt a gáz, vártuk, hogy átalakítsák meg a fontot, mert át a gázcsőzést még nem tudtuk. Igen. És akkor igazából itt egy, az első réteg beton az már megvan. Jövő héten ide bekerül a padlófűtés, de és akkor már jön a második réteg beton, és onnantól, ha megvan a vízszerelés, villanyszerelés, akkor körülbelül szerintem egy hónap múlva már elkezdhetjük akár a burkolást is. Uh-huh. És mikor várható? Terv szerint májusra mi kész leszünk, aha, de a berendezések valószínűleg később fognak érkezni. Szóval például a sparheltek csak júliusra vállalták, úgyhogy valószínűleg átmenetileg gázzal fognak húzni, és akkor amikor megérkeznek, akkor azokat is üzembe állítjuk. Jó, most azt már kivárunk. Igen, hát most ahogy láttátok, itt egy gázcső van, ez egy biztonsági tartalék. De belőle nem is kerültek már gázleadások, tehát hogy tényleg nagyon komolyan vesszük, hogy akkor itt a tüzeléssel fog készülni a mindennapos. És most van ilyen adó, mondjuk ilyen, hogy fába sütő, mert tudod, régen a házakat, ami kéményes házak voltak, kellett fizetni. Nem most tudom. Most nincs róla ilyen. Nem baj, az nem baj, hogy így van. Jó, nagyon jól néz ki. Majd akkor, amikor mondjuk közepe fele lesz már, akkor jövök megint, hogy a követőinknek, a nézőinknek mutassunk a különbségeket most, hogy néz ki mindenki. Van jövő héten még tetőablakokat cserélünk, illetve lesz. Aha, jó, ja, tényleg itt vannak a... Még most kettő van, de négy lesz. Ó, akkor ez jó, sokkal világosabb lesz. Igen, meg nyithatóak lesznek. Ilyen kis tárgyalány, motoros. Nagyon jó. Szellőzés is jó lesz. Igen, nagyon jó. És akkor itt lesz az elszívó is a sparhát fölött. Benn lesz van. Aha, kémény, meg elszívó egyszerre, minden. Jó. Igen. Tök jó. Oké. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna.